Senki ne ijedjen meg, ezt a konyakot nem én akarom lehúzni, hanem meg fogjuk fejelni, és fogunk beletenni egy picit a kekszünkbe. Belemegy az ételbe, én még ehhez kis vajat adok, ez a csirkéhez. Sütőbe bedobjuk, és sütés után, ha elkészült, akkor viszont ugye hagyni kell, hogy a keksz jól kihűljön. Hát ma is elküldtetek nekünk jobbnál jobb ételekről elkészült fotókat, úgyhogy Emillel együtt ki is válogattuk most megint belőle hármat. De azt tudod, hogy Emil ide koncertet szervezett? Egy csomó embert itt hívogatott az előbb, a 10-12 ember. Ezt hallottam? Ne szórakozzál már, nagyon szépen megkérlek. Így is örülök, hogy egyáltalán nem jelentenek fel minket a dobért. Kezit csókolom a hölgyeknek, szevasztok uraim, nektek csókolok benneteket, Emilio vagyok, és el is kezdem a főzést. Egy kis olivát öntök a serpenyőbe. A mai alapanyagom csirkemell, padlizsán, joghurt, koktélparadicsom, rozmarin, fokhagyma, sóbors. Nagyon jó halózás lesz, ígérem nektek. És már felhevítettem ezt a serpenyőt. Úgyhogy már jöhetnek bele a padlizsánok. Most a padlizsánt azt nagyon átsütjük. Nagyon, nagyon, nagyon át fogom sütni. Sőt, én imádom, mikor egy kicsit meg van égetve a padlizsán. Nagyon szeretem. Egy kis sót teszek a padlizsára. Még egy kis olivát. Beszívja a padlizsán az olivát. Jöhet egy kis tarkabors, imádom tarkaborst ez ügybe. Jó fűszeresen, én szeretem, imádom. Ó, azok az illatok, gyerekek! Na, miközben a padlizsánom süt, a fokhagymát én ezt fölvágom, gyerekek. Az illatok azok fenomenálisak. Egyszer-kétszer rákavarok. Ebben az esetben én fogok használni majd egyik kedvenc fűszeremet, egy ilyen grill fűszer, ami egy összeállított, nagyon komoly fűszerek vannak benne, én nagyon szeretem. Azt majd az ételre fogom
tenni. Hadd süljön, ennek idő kell. Fölvágtuk a amíg ez sül ez a kis padlizsán, küldök nektek egy nagyon jó nótát. Jöjjön Bunyos Pityu bátyámtól egy dal, csókolok benneteket. Lepirítottam a padlizsánt. Ezt félre is teszem. És most egy kis oliva kerül. Á, nagyon szeretem. Egy kis vaj, társul. Imádom a csirkét. Vajba, olivába ebben a párosítással főzni, sütni. Bele is teszem a csirkét. A vajas olivába gyönyörűen. Kis fűszer. Bors. Ugye tettünk a padlizsánra is borst, jó fűszeres lesz, fenséges illatok, jön rá fokhagyma, á, de nagy halózás. Jön rá a fokhagyma, csirkére, kis rozmarin szál bele. Csirkére.
és akkor most a koktél paradicsom, egyik kedvenc koktél paradicsom, a színekkel fogok játszani. Tessék nézni, hogy a színekkel mennyire a paradicsomnak is színes koktél paradicsomhoz. Zseniális, addig kavargatom a csirkéket. Ó, a rozmaring illata fenomenális. Fenomenális. A rozmaringot amúgy imádom a bárányjal. Az egyik legjobb barátok a bárányjal. Én nem is habozok, kettévágom a paradicsomunkat. Voilà! Belemegy az ételbe. Én még ehhez kis vajat adok. Ez a csirkéhez. Micsoda! Illatok, fenséges illatok. Barátaim imádják ezt az ételt. Amikor vannak nálam zenészek, itt próbálunk, megnézzük a koncertem előtti próbák, azok itt zajlanak nálam, és általában mindenki a csirkét szereti, szoktam egy ilyen nagy tepsivel ezt megfőzni, imádják, friss, koncert előtt is ajánlatos, nem telik el úgy a gyomor, tele zöldségekkel, rozmarin, padrizsán, és ezt szoktam nekik főzni. Na, most jön a kis fűszerünk, ez a grill fűszer, csodálatos, ó, micsoda illat, csodálatos. Illatok vannak ebbe a sztoriba. És most, hölgyeim és uraim, a maradék padlizsánunkat már ebbe a fűszeres csirkével, paradicsom, koktélparadicsommal én ezt összerottyantom. Hatalmas színek, illatok, ízorgiák. Aj, de fél. Mangiare, és még egy kis vajat teszek hozzá. Imádok vajjal főzni, és olivával imádom. Ez most összerottyan. És még egy bunyós pityú dalt akarok küldeni, mert most hozták le frissen a cikket, hogy Tysonnal verekedett, és nem tudta Tyson kiütni a bunyós pityú bátyámat, úgyhogy most egy jobb horoggal küldöm az egész országnak bunyós pityú bátyámat. Már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát.
nincs élet még. Szívemben bomba van, és hogyha eltalálom magát, már nyomban romba van, szaladjon hát, amerre lát. Mert én, ha romba dob, dobol, bolond vagyok, romba dob, dobol, azonnal felrobbanok. Szaladjon hát, amerre lát. Szét rombolom, tudom, a kis szerelmes szívei. Ha meg nem gondolom, hogyan tovább is élet még. Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van. Szaladjon hát, amerre lát. Mert én, ha romba dob, dobol, bolond vagyok, romba dob, dobol, azonnal felrobbanok. Szaladjon hát, amerre lát. Hölgyeim és uraim, itt az én drága szép feleségem. De jó illata van. Na, és elkészült a padlizsános, rozmaringos. Nagyon jó az illat. A kis sárga koktélparadicsommal milyen szép kis színek vannak. De jó. Na, drágám, ugye? És mit teszel rá? Joghurtot. Joghurtot? Na, kérem. És uraim, tessék parancsolni, elkészült a... Én viszont itt meg is kóstolom ezt. Illata nagyon finom. Jó? Nagyon finom. Akinek kedve van, tényleg egy ilyen nyári, jön a jó idő, könnyű kis ebéd, ajánlom sok szeretettel, joghurtos, padlizsános. Ehhez egy kis rizst kell főzni, és tökéletes. Nagyon finom. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a karanténkonyhánkba. A mai nap én úgy döntöttem, hogy hozok nektek egy nagyon finom házi mandulás vaníliás kekszet. Egy házi kekszet fogunk együtt elkészíteni, nem sok hozzávaló kell hozzá, de a házi kekszeknek millió fajta verziója van. Készíthetünk csokis kekszet, narancsos, citromos, cukros, tehát millió fajtát. Én most egy mandulásat fogok nektek csinálni. Ide készítettem vajat, porcukrot, egy tojást, lisztet, sütőport, vaníliás cukrot, mandulát, és egy csipet sóhoz lesz szükségünk, minden desszerthez egy csipet só kell, mert ugye a só az kiemeli az ízeket. Először úgy fogjuk elkészíteni, hogy a vajat, a porcukorral, nehogy a liszttel, az nem lesz jó, tehát a vajat a porcukorral, így, és a vaníliás cukorral, micsoda porferhőt csináltam ide magamnak, azt habosra fogjuk keverni, azután hozzá fogjuk adni majd az egy egész tojást, hozzá fogjuk adni majd a mandulát, a szeletelt mandulát, és a liszttel elkevert sütőport. Ezután pedig kis halmokat fogunk majd készíteni, ilyen kis gombócokat fogunk készíteni a sütőlemezre, és a sütőt pedig már előmelegítettem egy 180 fokos hőmérsékletre, és hát a kekszünk egy olyan 15 percen belül elvileg meg is fog sülni. Most nagyon fontos ezeknél a házi kekszeknél, hogy addig nem szabad a kekszeket bántani majd, amíg ki nem hűlnek, mert addig nagyon törékenyek, meg elvesztik a formájukat, stb. Úgyhogy szépen békésen hagyni kell majd őket kihűlni a sütőlemezen. Tehát a vaj, porcukor, vaníliás cukor, az most itt nekünk kihabosításra fog kerülni.
Jó. Hú. Na, micsoda ilyen. Vá, micsoda porfelhő gyülekezik itt nekem. Hoznom is kell egy spatulát, mert kicsapta a vajat az oldalára, úgyhogy azt most belevarázsolom. Na, tehát most szépen belevarázsoljuk akkor a vajunkat, ami itt az oldalára került, mert ugye hát most egy kisebb mennyiséget csinálok, és azért általában ilyenkor, ahogy látom, hogy azért az üstünk elég nagy, és így nehezebben dolgozza ki. De semmi gond, ez itt nekünk mindjárt szépen kikeveri. Azután fogjuk, a liszthez teszünk egy jó csipetnyi sót, sütőporból teszünk bele, hát egy olyan kis kanálnyit, de én azért már így nagyjából szemre tudom, hogy mennyi. Egy olyan jó kis kanálnyi mehet bele bőven, hiszen a sütőportól fog majd megemelkedni nekünk egy kicsit a kekszünk. Egy kis az oldalára a vaj. Na, még egy kicsit itt leszedjük az oldaláról, mert ez az átka ennek a nagyüstnek, hogy ez szépen oda ragad. Ígni. Bevallom őszintén, hogy azért már bajba vagyok, hogy sokszor mit készítsünk, meg milyen receptet hozzak nektek. Úgyhogy nagyon szívesen várom a tippeket tőletek, hogyha például szeretnétek, hogy valamit én elkészítsek nektek, akkor nyugodtan elküldhetitek akár azt is a Drága Családom Facebook oldalára, és akkor könnyítitek a helyzetemet mondjuk például azzal, hogy na, amire a legtöbb szavazat érkezik, mondjuk, akkor azt a süteményt sütjük meg. Vagy amit kiírtok, és mit tudom én, a legtöbben lájkolják még, hogy na tényleg Tina ezt készítse el, akkor én nagyon-nagyon szívesen elkészítem nektek. Na most kezd most már szépen összeállni a vajunk itt, ha belenézünk az üsbe, akkor látszik, úgyhogy most kezdi szépen kihabosítani nekünk majd a gép. És ha ez kihabosodott, akkor megy hozzá majd az egy egész tojás, és utána mennek hozzá a száraz anyagok is. Úgyni. Szuper. Ezzel megvagyunk. És most szépen hozzáadjuk az egy egész tojást is. Én nagyon szeretem a házi kekszeket, mert igazából azok teljesen mások, és olyan ízesítéssel tudjuk őket elkészíteni, amilyennel csak szeretnénk. Úgyhogy a képzeletünk szab neki határt. Nagyon jó. Ezt most szépen hagyjuk, hogy összedolgozza. És most hozzá fogunk tenni egy kis mandulát is. Most egy kicsit megint leállítjuk, és most jönnek majd a száraz anyagok. Én ilyenkor nem szoktam méregetni, hanem fogok is egy jó nagy marék mandulát, amilyen szeletelt mandula, azt itt szépen beleteszünk a kekszünkbe. Így van. És jöhet is hozzá a sütőporral elkevert liszt is. És most ezt nagyon jól összedolgozzuk, utána pedig elkezdjük majd megformázni a kis kekszünket. Senki ne ijedjen meg, ezt a konyakot nem én akarom lehúzni, hanem meg fogjuk fejelni, és fogunk beletenni egy picit a kekszünkbe. Úgyhogy ennek az alkohol tartalma, az természetesen el fog majd sütés közben párologni belőle, de viszont a kekszenek fog egy nagyon jó kis ízt adni. És akkor most szépen összeáll a kis tésztánk. Úgyni. Most leállítom és megkóstolom, hogy ha úgy ítélem, akkor lehet, hogy teszek még. Egy nagyon pici gondolatnyi talán még. Nagyon-nagyon megdobja az ízét. Nem sokat, csak tényleg egy ilyen kis gondolatnyit. Ez még így hozzámegy. És akkor most ezt kikeverjük, és utána pedig jövünk, és megformázzuk a kekszet. Az
az alkohol véget egy picit ugye lazább állaga lett a kekszünknek, de hogyha nem teszünk bele, akkor azért nem lesz ennyire ragadós. Magyarán ennyi, de én viszont most szerettem volna egy kis csavart belevinni, úgyhogy azért is tettem bele mindenféleképpen. Na, nem kell megijedni, egy kicsit mondom ragad, de nem probléma. És akkor most szépen fogunk, és ilyen kis halmokat fogunk ide. Lehet kisebbeket, lehet nagyobbakat, el fog lapulni a keksz, meg is fog majd egy picit duzzadni, úgyhogy én úgy fogom csinálni, hogy most miután megformázom, utána teszek majd még mandulát a tetejére, és a mandulával együtt fogom ellapítgatni őket. Úgyhogy ki mekkorát szeretne, ez ízlés kérdése. Most szépen így megcsináljuk a kis kekszhalmokat. De ezt lehet akár csoki pasztillával is, ezekkel a süthető pasztillákkal is megcsinálni, tehát bármilyen ízesítéssel, lehet mogyoróval, vagy ki mivel szeretné, de ez a mandulás, ez nagyon-nagyon finom. És akkor ezt most addig folytatjuk, amíg szépen el nem fogy a tésztánk. És ha ezzel meg vagyunk, akkor mehet is be a sütőbe, és nem kell neki nagyon sok idő, egy olyan, hát szerintem egy olyan 15 perc, de én mindig azt mondom, hogy mindenkinek más a sütője, nálam is más idő alatt sül meg, mamánál is, ha ott sütök, más idő alatt sül meg, nem tudom, én mindig az a biztos, amikor az ember leellenőrizi és ránéz. Úgyné. Na, most pedig ilyenkor, én úgy szoktam még csinálni, hogy pluszba egy kis tetejére teszek egy kis mandulát, és akkor így fogom, és a kekszet elnyomkodom. De jó, tésztában is van jó sok mandula, de azért ez jól mutat, mikor a tetején is van. Nem kell vele túl bonyolítani a dolgokat. Azzal mondom, hogy számoljunk egy picit, hogy azért a tészta fog emelkedni, hiszen ugye van benne sütőpor. Utána elmegyünk a sütőbe, bedobjuk, és sütés után, ha elkészült, akkor viszont ugye hagyni kell, hogy a keksz jól kihűljön, és utána lehet levenni a sütőpapírról, hogy ne törjön, és ha egy ilyen légmentesen záródó kis dobozba elteszitek, akkor nagyon hosszú ideig friss, puha, omlós marad a keksz. Hát ez van, ilyenkor az én drága Timikém most átjött és segít nekem elpakolni, mert hát itt borzasztó van, tehát olyan, mint ahová bedobták a csatateret, Emil azt is itt hagyta. Emil, ő megfőz, és utána szépen mindent úgy, ahogy van, ott hagy. A millió kis tálkát, a millió kis edényt, stb. És akkor utána jön a romeltakarítás. Úgyhogy, hát én azt gondolom, hogy aki főz nap, mint nap, annak nem kell bemutatni, hogy ez mivel jár. Kint is kupi, bent is kupi, stb. Hát ami drága Timink, mamának a házvezetőnője, ő az, aki nekem időnként segíteni szokott, és megmenekít olyankor engem ebből a nagy kuplerájból, mert hát azért valljuk be, hogy ez egy borzasztó melóval jár ez a karanténkonyha, azon kívül, hogy megfőzünk, azon kívül utána elúszik a konyhám, elúszik a teraszom, minden, és hát azért egyedül vagyok mindenre, és nagyon sokszor már én is úgy érzem, hogy itt a végés nincs tovább képességem, és erőmön felül csinálok mindent, olyankor Timit, mint egy jó jeant, csettintek egyet, és akkor már itt is van, és segít nekem, imádom. Majd drága a fel... szép embernek beemberi a dombot, mennyire de Vivi, vagy Vivi nézd emleget. Hallott, Timi?
Van, amikor éjszaka lefekszek aludni, és este 10 órakor, mikor már úgy nézném a tévét, így lepihenek, nézem az ágyba a tévét, és egyszer csak így összerázul a gyomrom. Jön neki az ikletek. Meg elkezd dobolni, megüti a dobot, és olyan érzés, mintha itt a szívembe dobolna, meg a fejembe, az agyamba, úgyhogy én ezt nem bírom. És nem tudom, mit tudnék vele csinálni, hogy halkabb legyen. Már szóval próbáltam, hogy a szigetelje le a szobáját, vagy én nem is tudom, de ilyenkor mindig az van, hogy miért ne, vagy azt. Vagy miért nem választott egy furulyát? Vagy nem látod, tudom. Az picike is, csendes. Fogta volna a zsebébe, rakja, vagy a furujával kiállt volna, de az nem érdekelt volna senkit, de pont dob. Én nem is tudom, komolyan. Még szerencsé, hogy családi házban lakunk már, ha nem itt laknánk. Gondolj, egy lakótelepen. Á, nem, hát az kivitelezhetetlen. De amúgy én most is könyörögtem neki, hogy miért nem rakja le egy próbaterembe. Én már próbálkoztam mindennel. Hogy ő tedd le egy próbaterembe, oda elmész, mégis azért megvan az a kis feelinget, hogy bemész a próbaterembe, ott vagytok többen. És nem, ő azt mondta nem, ő itthon, mert ő neki, ha van kedve, akkor ő fürdés után beül egy törülközőbe, és akkor úgy dobol. Hát ez van, akkor hova menne el? De azt tudod, hogy Emily de koncertet szervezett? Egy csomó embert itt hívogatott az előbb, a 10-12 ember. Ezt hallottam? Aha. Itt mosogattam, hogy ült a kis foteljába. És milyen koncertet szervez? Hova? Itt az udvarba szeretné. Nem, ha több te koncertet... Hol? Itt. Hova? A kertbe? Emil, ne szórakozzál már, nagyon szépen megkérlek. Így is örülök, hogy egyáltalán nem jelentenek fel minket a dobért. Oh. Milyen koncertet? Kiket hívtál? Pa. Istenem. Elkészültek itt a kis házi kekszeink, mi próbáljátok ki ti is, látjátok, hogy nem bonyolult, de amúgy millió receptet megtaláltok akár az interneten is. Sziasztok, dobosok, csókolok benneteket, és nem dobosok, hanem drága családom tévénézői. Én szoktam gyakorolni, úgyhogy beszoktam jönni, mikor a Tina már fölidegesít, akkor én el szoktam jönni, kikapcsolódni. Úgyhogy most megint kikapcsolódok, és különböző technikákat szoktam gyakorolni, de most ilyen grúvozok. Például most egy kis swinget gyakorlok, ami természetesen a jazznek az egyik legműfaja, a swing. Hogy Emily de koncertet szervezett? Egy csomó embert itt hívogatott az előbb, vagy 10-12 embert. Ezt hallottam? Aha. Itt mosogattam, hogy ült a kis foteljába. És milyen koncertet szervez? Hova? Itt az udvarba szeretné. Nálunk? Egy ilyen karantén koncertet, mert már elege van. És ki, ő fog énekelni megint kint, vagy milyen vagy? Hát vegyesen hívott zenészeket, énekeseket. Te szórakozol? Mondd, hogy nem igaz. Esküszöm, hogy igaz. Kérdezd meg. És mikor akarja? Hát én ezt úgy tudom, hogy két napon belül véghez vinni. Itt? Igen, hát a teste meg, ide nem teszem el lábát sem. Szervezés alatt. Hol? Na majd mindjárt megszervezem én őt. Szervezés alatt. De miért vagyok én az utolsó, aki erről tud? De neked te is csak a füled. Hallottam, itt pakoláztam. Ezért jó a füled, mert én nem vagyok itt, olyan, mintha én lennék itt. Csak mondd csak, nem, majd mindjárt megkérdezem én tőle. Na most kíváncsi leszek, mit mond. Lehet, letagadja. Most megint mi bajod van? Csak akartam kérdezni valamit. De hagyjál, most próbálok. Csak kettő perc. Csak kettő perc. Milyen koncert lesz itt a házba? Majd én azt tudom. Hol lesz koncert? Itt.
Hol, drágám? Itt a házban. Hogy itt nem, de itt nem, ide biztos, hogy nem. Hát adok én itt olyan karanténkoncertet, hogy azt öröm lesz nézni. Hát jobban fogok ordítani én, mint ahogy Pavarotti tette a világ bármelyik legnagyobb opera színpadán. Hol? Itt. Hova? A kertbe? Emil, ne szórakozz rá már, nagyon szépen megkérlek. Így is örülök, hogy egyáltalán nem jelentenek fel minket a dobért. Oh, milyen koncertet? Kiket hívtál? Majd én azt tudom. Ne vicceljél már! Na jó, van, szia! Semmi. Na akkor menjél, jó, szia? Nem tudok, hogy gyakorol, idegesítesz. Én? Igen. Hát meg se szólaltam. De azért, neked már elég a jelenléted. Hú, de kedves na, vagy. Menjél más. Na, szia. Na jó, majd erről a koncertről még beszélünk. Semmi, lesz kész. Azért nem szeretem a meglepetéseket, tudod? De én meg nagyon szeretem. Na, csak úgy mondom. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Istenem. Készültek itt a kis házi kekszeink, hogy próbáljátok ki ti is, látjátok, hogy nem bonyolult, de amúgy millió receptet megtaláltok akár az interneten is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finom, elkészíthetitek akár zabos verzióba, tehát zabkekszet is készíthettek otthon. Meg kell várni, amíg kihűl, csak akkor kell leszedni a sütőpapírról, mert különben akkor nagyon-nagyon törékeny, de viszont miután már kihűlt, akkor nagyon finom ropogós, nézzétek! Jó étvágyat hozzá. Sziasztok. Vayamos como la Habana. Tiene razón. Tiene símbolos de gloria. Tiene razón. No hay que meter en su historia a una Rita la Caimana. Un compositor que se equivocó. Pero dígame, cuénteme, compadre, ¿qué le pasó? Un compositor. Sziasztok. Sziasztok. Hát ma is elküldtetek nekünk jobbnál jobb ételekről elkészült fotókat, úgyhogy Emillel együtt ki is válogattuk most megint belőle hármat. Igen. Na, az elsőt mondod? Csehó Ildikó. Csehó Ildikó azt írja, hogy nálam csokis kuglóf készült ma a karanténkonyhámban. Igaz, ez cukormentes, gluténmentes, és csak lassú felszívódású szénhidrátokat tartalmaz, nagyon de nagyon-nagyon finom. És jól néz ki, Ildi. Jól néz ki. Nagyon na, kíváncsi lennék, hogy ez milyen, tehát teljesen cukormentes, gluténmentes. Hát mondjuk az a baj, hogy mi nem bírjuk ezeket az ilyen mentes igen, dolgokat, mert utána vagyunk, igen, igen, nem vagyunk hozzászokva, de viszont nagyon-nagyon jól néz ki. És nagyon dekoratív lett Ildi. Úgyhogy biztos, hogy finom tényleg is. A következő, na ez egy nagyon érdekes. Na. Sándor Andrea. Az alábbi recept még a kisebbek ízlését is elnyerheti. Nagyon mutatós, és vendégeket is elkápráztatja a látványával. Teve púpos vagy ananászos hús 4 személyre. Le is írt a receptet? Na, akkor ezt nézzük meg. Azt mondja, 4 szelet csibemel, 4 szelet sonka, 4 szelet sajt,
maradék rizs, mustár, ananász konzerv. És akkor itt le is írta a receptet. A következő pedig Bernadett, Henriett, Sárosi, drága Tina és Emilio, ma egy gyümölcsös tortát készítettünk. Imádjuk a műsort, millió puszi nektek. Gratulálunk mindenkinek, és hát küldjetek a recepteket továbbra is, mert várjuk. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget! Csókolunk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok. Kere szomjaztam, feltettem mindent és az álmaim hajszoltam, hogy egy napon majd te is énekeld ezt a dalt. Ez a kezdet, én is egyedül indultam, bekaptak az utak azok, akikben bíztam. Nem bánt, ami volt, nézd rám, látható, jól vagyok. Várnak rá. Sárgarépa tortát fogok nektek csinálni, egy egyszerű változatát, és hát nem kell megijedni, tehát nyugodtan a gyerekeket is be lehet idézőjelesen csapni a süteménnyel, hiszen a répának az íze annyira nem fog kiérződni a tortából, hanem egy nagyon finom kis édeskés ízt fog kölcsönözni neki. Csinálok egy klasszikus lecsós csirke mellett. Ha életemben azt kérdeznétek, hogy én mennyi nokedlit ettem. Nézzétek, gyönyörű lesz, úristen. Ez mennyei ez a piros paprika, ebben öröm főzni. Kiszaggattam a nokedlit jó romásan. Na, és akkor most megpróbáljuk elkészíteni rá a drága családom feliratját. Úgy, mi?